Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Tóth Árpád vagyok a Révészkéses műhelytől. A mai videóban arról szeretnék beszélni nektek a fenés technikájáról és az a körüli dolgokról. Ugye nagyon gyakori beszédtéma az, hogy a porcelántányér, illetve a vágóeszközök használata. Nem tragédia, hogyha porcelántányér éri a késünket, vagy bicskánkat, viszont sokkal hamarabb elkopik az a finom él. Tehát a legkeményebb acélból készült, legjobb leélezésű késnek is sokkal hamarabb elkopik az éle porcelántányér, illetve üvegtányér tálak használata után, mintha mondjuk fatálon, illetve műanyag vágódeszkán, vagy bármilyen más felületen használjuk ezeket az eszközöket, de hozzáteszem, hogy akkor is előbb-utóbb elkopik az a finom él, amit annyira szeretünk akkor, amikor új a vágóeszközünk. Én a Tirolit fenőkövet ajánlom nektek, ezek a fenőkövek megtalálhatóak báruházunkban is, majd a videóba berakom, a videó alá beteszem majd a linkét, ahol ez elérhető. Az a különbség alapvetően a két kő között, hogy ez 55 Rockwellig jó, ez pedig 65 Rockwellig. Tehát mondjuk mindennapi használatban lévő kések mellé, tehát sima, egyszerű konyhakésekhez ez is kiváló, viszont ha valakinek vannak komolyabb bicskái, extra acélból készült kései, akkor ezzel biztos, hogy nem lő mellé. A kettő között egyébként minimális árdifferencia van. Ezeket az önélező, meg egyéb ilyen élező dolgokat, amiket rengeteg reklámban, meg itt-ott lehet látni, azokat én nem ajánlom. Egyébként azért, mert nagyon össze tudják karcolni a késeinknek a felületét, illetve nem is azt a hatást érik el, nem azt az élszöget követik, tehát hogy sok esetben inkább rosszabbat teszünk vele, mint jót. Ezek hivatalosan vizes kövek, tehát alapvetően úgy kéne használni. Én most azért nem vízzel fogom használni, mert nem akarok itt fröcskölni. Egyrészt, másrészt az elmúlt pár évtizedes tapasztalatunk az, hogy szárazon is teljesen jól működik, annyi hátránya van, hogy ilyenkor jobban porol. Most egy kést, illetve egy bicskát fogunk megfenni. Ennek a késnek már kiment az élet, sokat használtuk itt a konyhába. Ezen a papíron meg is tudom nektek mutatni, hogy nem igazán akarja elvágni. A fenésnek az első és egyik legfontosabb szabálya az, hogy a fenőkő tetejéhez képest lejjebb legyenek az ujjaink, hogy ne vágjunk beléjük. Majd ezek után az élszöget igyekezzünk úgy eltalálni, hogy nagyjából egy 15-25 fokos szögbe legyen a késünk a fenőkőhöz képest, és ilyen mozdulatokat igyekezzünk elsajátítani. Ez olyan fajta mozdulat, mint egy nagy sonkából egy nagyon vékony szeletet próbálnánk levágni. Majd ezek után, amikor eltaláltuk az élszöget, és nagyjából érezzük, hogyan fenjünk, ezek után oda-vissza ilyen mozdulatokkal érdemes tovább folytatni. Utána fordítsuk meg a követ és váltsunk át a finomabb oldalra. Ez a kő egyébként a durvább oldala 150-es szemcse méretű, a finomabb oldala 320-as. Átlagos mindennapi használathoz ez bőven elegendő. Ennél finomabb köveket én nem javaslok, mert sokkal tovább tartanak fenés, illetve a mindennapi használat során nem érezzünk érdembeli különbséget közte. Attól, hogy mennyire vagyunk gyakorlottak, tudjuk gyorsan, illetve lassan csinálni ezeket a mozdulatokat. Én azt javaslom, hogy az elején azért próbáljuk minél lassabban és minél több időt szakítani erre. Fenés után érdemes letörölni a fémport, majd utána megnézhetjük az ujjunkkal nagyon óvatosan, hogy mennyire éles a késünk. Itt tényleg nagyon vigyázunk, hogy ne húzzuk meg nagyon az ujjunkat rajta, mert el fogjuk vágni. Majd utána egy papíron ellenőrizhetjük, hogy jó munkát végeztünk-e. És akkor ugyanez a mozdulatsor elvégzése szükséges a bicskáknál is.
Én jelenleg egy ilyen Révész Grószi masfarát használok, G10 nyéllel, ez ilyen újdonságnak számít nálunk. Ezt is használom a mindennapokban. Már azt a finom élét ő is elvesztette, mint ami akkor volt, amikor kikerült a műhelyből. Úgyhogy őt is meg fogjuk fenni. Azért megmutatom, hogy nem nagyon akarja vinni a papírt ő se. Téti maximum. Úgyhogy megfenjük őt is. Ugyanezekkel a mozdulatokkal. Itt is nagyon fontos, hogy próbáljuk eltalálni az élszöget. Nem túl nagy, nem túl kicsi, ne karcoljuk össze a pengéjét. Nem így szépen húzzuk végig. Ez egy keményebb acélból van, ez Sandvik 12C27, azt lehet érezni is, hogy keményebb. Ettől függetlenül ez a pirolitkő nagyon szépen viszi ezt az acélt is. És akkor ezután ugyanazokat a mozdulatokat megcsináljuk, mint a késünknél. Megnézzük az élét, hogy jó lett-e. Majd utána őt is leellenőrizhetjük a papírunkon. Érdemes először egy számunkra értéktelenebb késen gyakorolni, annak, hogyha összekarcoljuk a pengéjét, akkor nem lesz belőle problémánk. De ha mégis egy drágább bicskánál így járnánk, akkor azt is helyre lehet hozni. Érdemes megtanulni ezeket a mozdulatokat, mert akkor élesen tudjuk tartani folyamatosan a késeinket. Akkor, hogyha már nagyon sokszor meg lett fenve, illetve vastagabbra van hagyva a penge, akkor nem tudjuk megfenni, nem fogjuk tudni, akkor el kell vinni köszörültetni, viszont köszörültetés után újra nagyon sokszor meg lehet fenni, és hosszú ideig kényelmesen tudjuk használni őket, akár mindennapi használat mellett évekig is. Remélem hasznos volt az információ, hogyha bármi kérdés van, eszetekbe jut valami, vagy esetleg valami kimaradt, akkor a komment szekcióban nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!